Sziasztok srácok, én Júcsi vagyok, és itt van ma velem Dávid. Sziasztok! A kedvenc férjem. Ugyanis a mai videóban az egyetlen és a legjobb férj a világon. Ugyanis a mai videóban ehető karácsonyi ajándékokat fogunk készíteni közösen, mert szerintünk ez egy nagyon-nagyon jó kézzel készült ajándék, ami lehet valaki olyannak is egy meglepetés, akivel nem vagytok olyan közeli viszonyban, kollégák, barátok, bármi ilyesmi, illetve kiegészítő ajándéknak is fantasztikus. De még mielőtt belecsapunk a marinárába, ezt kitaláltam az előbb, és tudtam, hogy ezt fogod csinálni. Szóval... Hosszú lesz ez a videó. Ezt a mai videót a Bonami támogatta, illetve a konyhánkat is tulajdonképpen, ugyanis kaptunk tőlük néhány nagyon-nagyon klassz dolgot. Kb. Fél évvel költöztünk ide? Májusban. Kb. fél évvel költöztünk ide. És nyilván ez egy ilyen folyamat, hogy kész legyen az otthonunk, és olyan legyen, amilyet mi nagyon szeretünk. És azt hiszem, hogy a konyha az, amivel a legtöbb dolog van, mert két nagyon pici szekrény volt itt eredetileg, nem sok tárolóval, úgyhogy szerettünk volna még néhány tároló egységet, illetve lesz majd még változtatás, a szekrényeknek a pultját fogjuk lecserélni, és egy hosszabb ilyen munkalapot csinálunk, amin tudunk jól főzni, mert hogy Dávid és én is nagyon szeretünk sütni és főzni, úgyhogy ez nekünk nagyon fontos. És nagyon nincs elég hely ebben a konyhában jelenleg, úgyhogy muszáj még munkaterületet teremteni, mert jelenleg ez az, amit itt látok. Viszont sokkal-sokkal jobban néz ki, mint amikor beköltöztünk, ezeknek a kis kiegészítőknek köszönhetően, úgyhogy most nézzétek meg közelebbről a konyhánkat. A konyhánk főszereplői most ezek a polcok, amik nagyon klassz, ilyen industriális stílust adnak neki, és meghatározzák azt is, hogy a továbbiakban hogy fogjuk bővíteni és átalakítani. Ez a komposzt, amit nagyon imádok és sokat használok, illetve a polcokon lévő üvegek, amiket mindenféle dolognak a tárolására használok. Például van benne cukor, sörélesztő, pehely, bulgur, és ide került ez a gyertya is, amit korábban a karácsonyi dekorálós videómban is láthattatok már. Ezek az üvegek és a polcok is mind a Bonami oldalán elérhetőek, és linkelni fogok nektek mindent a leírásban. Ez a kenyeres doboz még, ami nagyon fontos volt nekünk, mert frissen tartja a péksütit, és nagyon jól néz ki. De azt hiszem, hogy ez a kedvenc részem most a konyhában. Ezek ugyanazok a polcok, csak három kisebb méretben, és a tea és kávétárolókat is a Bonamiról szereztük be. Nagyon szeretem a natúr színüket, mert passzolnak a csempéhez a padlón is. Az első dolog az egy kutyáknak való ehető ajándék lesz. Mi mást csinálnánk mi? Mi mást? Ugyanis a családban is van több kutya, és igenis ők is megérdemlik, hogy kapjanak valamit karácsonykor. Úgyhogy ezt már előre elkészítettem, mert ez egy végtelenül egyszerű, de egy kicsit időigényes dolog. Tulajdonképpen arról van szó, hogy almát és édes burgonyát a héjával együtt, nyilván jól megmosva, vastag szeletekre kell vágni. Ezt be kell rakni a sütőbe, és hosszú-hosszú ideig sütni, legalább 3 órát. Alacsony hőfokon, és ezáltal meg fog sülni, nem fog megégni, egy picit megpirul, viszont ami a legjobb dolog benne, hogy nagyon ilyen rágós lesz. Rágós lesz, de ez az egyetlen dolog, amit Eli megrág. Tehát 6 éve nagyon kevés olyan jutalomfalatot találtunk, amit effektív fizikailag meg kell rágnia, és ez pont annyira ilyen gumis, hogy felragad egy picit a fogára, ebből kifolyólag muszáj megrágnia, úgyhogy a zabagépeknek ez egy tökéletes dolog. Igen, és hatalmas élmény látnia, hogy ezt teszi, mert tényleg általában kap egy útifolyt és lenyeli egyben, úgyhogy mindig olyan kárba megy, úgy érezzük, viszont ezt tényleg rágcsálni kell, szuper egészséges, nincs benne semmi műanyag vagy semmi természetellenes dolog, és szerintem nagyon-nagyon klassz. Úgyhogy ezt is, mint ahogy a többi ehető ajándékot, egy ilyen kis nagyon szép üvegbe fogjuk belerakni, amit lehet dekorálni, lehet rá címkét rakni, mindenkinek úgy, ahogy azt szeretni. Rakunk rá címkét. A videó végén fogjuk megmutatni, hogy melyik ajándék hogy néz ki. Lehet ezt külön is csinálni, de én most így összekeverem, mit szólsz. Igen? Hát nem. Én is meggondolhatod, hadd rakjak én is. Rakjál te is. Köszönöm a segítséget. Még egy kicsit segítek, mert lehet, hogy nem boldogulsz. Igen. Nagyon, ez egy nagyon nehéz ajándék, úgyhogy Ez megért egy videót. Ez a jó benne, hogy nagyon egyszerű, és jól néz ki, és tök jó kis ajándék. És a kutyáknak is valami.
Ennyi, igazából. Hogy nézhetem? Nézd. Eli! I've been to every corner of this godforsaken morn. What in the world would be that something that made you see that I love you? A következő ajándék pedig egy édesség lesz. Ez egy mézes kalácsos vegán bombon, aminek az elkészítését most nem mutatom meg, de a következő videóban láthatjátok, ugyanis a párnacsot a lányokkal, Vikivel és Barbival együtt készítettük el. Ez is nagyon egyszerű és tök jó, mert egy helyre le tudsz ülni, oda veszel magadhoz mindent, ez egy nyers bombon, úgyhogy nem kell sütni meg semmi ilyesmi, viszont nagyon jól lehet vele szórakozni. Karácsonyi filmet nézni és nyilván közben gurigázni. Ez történt valójában. Előkóstoltam, finom. Nagyon finom, és lehet forgatni különböző dolgokba, nem tudom, dióba, mandulába, csokit lehet rárakni, citromos ilyen, hogy hívják azt, ilyen citrommázat lehet rárakni. Az nagyon jó. Ezt ebbe a másik üvegbe fogjuk belerakni, amit szintén a Bonamiról van, ez is Kielner márkájú, és szerintem gyönyörű szép. Úgyhogy ez már önmagában is egy ajándék, mert én ilyenekben ugye tárolok itthon dolgokat. Úgyhogy ha kiürült, akkor is jó lesz. Csak ilyenekben tárolunk hirtelen dolgokat. Igen. Illetve ez a bombon, ez cukormentes, tehát juharszirup van benne, úgyhogy annak is jó ajándék lehet. Illetve tök jó, hogyha valaki jönnek ajándékozzátok, amit csináltok, akinek van valami diétája, mondjuk nem ehet édességet, vagy nem ehet tejet, és akkor ez a boltban vásárolt süti, meg édesség, meg ilyesmi, az neki úgysem opció, és akkor ez egy ennél is figyelmesebb ajándék szerintem. Egyébként ez az edény, aminek üveg az alja és bambusz a teteje, is a Bonamiról van. A papír az jól néz ki tárcán, de itt ilyen felesleges. Nem könnyítjük meg a kivételét, de aki lassolni, hát, akkor az küzdjön meg érte. Meg kell érte dolgozni. Nehezebb titokban kilopni belőle egyet. Sintek. Köszönöm szépen. Oh. Uh-huh. Mindig finom? Mhm. Uh-huh. Akkor jó. Ez mennyire menő, nem? Szerintem nagyon... A cukormázosat imádom a legjobban. Azon nyilván van cukor, de hát ezt mindenki úgy szabja a személyre, ahogy csak szeretné. Jaj, nem fér bele mindig, hogy ezt meg kell lenni sajnos. Nagyon viszont. És már kész is van. Nyilván akkor van kész, hogyha előtte megcsinálják a bombon, de ezt még nem. Ezt megnézhetitek egy másik videóban, megígérem, és nyilván bármilyen bombonnal, kekszel, sütivel működik. Mi senkinek nem fogjuk elmondani, hogyha megveszitek a boltban a bombont, hogy belerakjátok egy ilyenben. De ebben sokkal több a szeretet. All I've got to give for Christmas is az ajándék pedig egy vegán házikészítésű nutella lesz. Ha meg nem zabálom. Ha meg nem zabálod. Amire én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert én nagyon szeretem a nutellát, de már nagyon rég vettem utoljára, mert hogy pálmaolaj, meg cukor, meg mindenféle. Úgyhogy remélem, hogy ez jól fog sikerülni. A legfontosabb hozzávaló az a magyaró, ez a hazelnut. Mi ennek a neve? Magyarul. Az a magyaró, ami a bokron terem. Jó? Ezt lehet, hogy csak úgy tudjátok megvenni a boltban, hogy rajta van még a héja, akár az a kemény külső, vagy az a kis barna, ami rajta szokott még lenni. Ebben az esetben a sütőben kell lassan, tehát alacsony hőfokon megsütni, hogy utána le tudjátok szedni a héját. Én most olyat tudtam venni, amin már nincs rajta a héja, úgyhogy ezt fogom használni. Ezt egy blenderben össze kell aprítani nagyon picire. Nagyon remélem, hogy működni fog erre ez a kis csoda. Aztán fél bögre étcsokit, 70%-osat kell a mikróban vagy valahol megolvasztani, ezt össze kell keverni fél bögre növényi tejjel. Kókuszt tejet írt a recept, de én azt nem szeretem, úgyhogy azért választottam a szóját, remélem, hogy ez is jó lesz. Kell bele egy kis só és negyed bögre juharszirup. Úgyhogy itt most felkockázod ezt addig, amíg én ezt megpróbálom. Fél bögre legyen jó, úgyhogy próbáld meg úgy, hogy szerintem a kockákra töröld és így belepakolod, akkor majd látszik, hogy kávé az mennyi. Azt fogom csinálni, Júlia. Akkor jó. Mert most, hogy elmondtad a receptet is, aztán teljesen máshogy fogsz mindent csinálni. Mit nem csinálok máshol? Ezért nem tudsz recept alapján dolgozni, csak úgy, hogy... Csak a tejet cseréltem ki, igen. Semmi más.
Mindig félek, hogy kókuszüze lesz annak, amit kókusztejjel csinál az ember, és én nem szeretem. Én is csak a Bounty-ban szerettem. Meg a... melyik az a kókuszgolyó? Ami tudod, ilyen rumos... A Ferrero? Nem. Annak semmi köze a Ferrero-hoz. Nem, az, ami ilyen rumos csokis golyó... És kókuszban forgatva? Kókuszban forgatva. Nem tudom. Jó, ez félbögrének tűnik. Oké, akkor rakd be a mikróba. Az egész tábla? Na, még egy picit rakjál szerintem. Hát de mit szerintem... mondtam, 5 perc? Jó, van. A félbögre az ilyen csoki kockából nem teljesen egyértelmű, hogy mennyi. Jó. Na, amíg te azt megmikrózod, addig én ezt leblendelem. Az biztos, hogy mikrózzam, nem egy perc. Nem, ez tök jó, tegnap is csináltam. Addig hallgassuk a karácsonyi zenét. Christmas kiss, close your eyes and parker your lips, cause here it is, your Christmas kiss. Jó, na. Én a crunchit szeretem. Ezzel ennyit tudtam tenni. Az a helyzet, hogy nincs más ilyen blenderünk itthon, úgyhogy ezzel kell dolgozni, ez van. Viszont most abba raktad a csokit, ami nem baj, de szerintem még blendeljük le egy kicsit ezt együtt azzal. Jártunk, akkor tegyük bele az összes hozzávalót. Kell bele egy kis só. Mi baj lehet? Abba mérjük ki a negyed bögre juharszirupot. Jó van. Kezdünk olyan néldítessé válni. Kicsit néldítesek vagyunk, igen. Nem tudom, hogy hallottátok-e már tőlünk, valószínűleg beszéltünk róla. Az de... negyed bögre, Júlia? Igen. De nagyon szeretjük a főző és sütő műsorokat Dáviddal. Leginkább a sütőket, de nekem ez egy igazi, nem is tudom, egyfajta ilyen elnyomott mazoizmus bennem, hogy nézem, ahogy emberek olyan dolgokat csinálnak és esznek, amiket nem ehetek. Szóval vannak különböző műsorok, általában ilyen tortasütős versenyeket szoktunk nézni. A Zumbos Just Dessert volt az első szerintem, amire hát nagyon ráfüggtünk. Nem? Igen. Tehát ez így egy este volt. Azt nagyon-nagyon szerettük, és azóta van egy csomó minden. A Sugar Rush, amit most nézünk, és annak van egy karácsonyi kiadása. Fantasztikus, tényleg. Az teljesen hibátlan. Annyira szeretnék egy ilyen műsort vezetni egyszer. Igen. Viszont van egy Néldik című műsor is, ami arról szól, hogy ilyen fantasztikus kreálmányokat kellene csinálniuk, de nem ügyesek. Átlag embereknek, úgyhogy ilyen otthon hobbi séfek, meg hobbi, nem tudom, tortakészítők, és hát nagyon viccesen szokott sikerülni a végre. Nem baj, egy kicsit crunchy, nem? Nem. Ha a crunchy magyaróval jó, akkor a crunchy Nutella is jó, nem? Biztos. Az ugyan van benne, szerintem. Nem lehet az, hogy... Mi? Hogy boldog karácsony? Boldog karácsonyt. Jó, de akkor hozzá kell adni ezt az alját is. Meg ezt is, és akkor... És akkor... Sőt, csináld magad. Nem lehet életem. Jó, akkor kiveszem. Meg kell vele küzdeni valahogy. Something no one else is getting. Rendszerűnek tűnt. Jó, nyilván ha valakinek van egy rendes ilyen keverője, akkor valószínűleg nem ez lesz a vége. De... Ez lesz a legjobb videód eddig, azt megmondom. Ha egy dolgot javasolhatok a kedves nézőknek, akkor ha ilyet adtok ajándékba valakinek, akkor nem mellékeljétek a videót arról, hogy hogyan csináltátok. Ez eléggé crunchy lett, de van ez így. Visszarakjuk egy kicsit a blenderben? Nem kell. De szerintem most már jó lenne a blenderben egyébként. De hát most vettük ki belőle, mitől lenne jó? Hát mert most már összekevertük a szárazon maradt dolgokat, a nem szárazon maradt dolgokkal, úgyhogy ezt most már bedarálja. Aha. Elvárok, ha vissza kell rakni, de... Annyit nem ér.
Gondolod, berakjuk, én bízom benned. Rakjuk vissza! Rakja, legyen tökéletes! You won't be soon forgetting. It's something we can share and take with us anywhere. Ha elfogadtok még tőlünk egy tippet ezek után, ne ilyen gépet használjatok ehhez, mert nehéz lesz, hanem olyat, ami ennél erősebb, meg kicsit más formája van, úgyhogy könnyű kibevenni belőle a dolgot. Vagyis tényleg arra való. Jó, de nekünk nincs olyan. De látjátok, így is megoldható, csak egy kicsit tovább tart, egy kicsit kell. Káoszosabb az egész, viszont nagyon finom lett szerintem, és egy tök jó kézzel készült ajándék. Recepttel pedig Dávid a sztár, ugyanis ez tehát, az egyetlen dolog, amiben hasznos leszek ebben a videóban. Nem igaz. De ezt is meg tudnád csinálni. Ez egy marinára szósz lesz, ugye? Elmondod, hogy ez mire jó, hogy kell használni utána ilyesmi. A marinára szósz mindenre jó, de tényleg az ég egy adta világon. Mindenre össze lehet keverni tésztával, és egy tésztaszósznak is fantasztikus, csak úgy magában is. Pizzára is le lehet rakni, arra is nagyon-nagyon finom. Illetve én még szendvicsbe szoktam enni, meg a brusettának a feltétjére, én azt arra is szoktam használni, és arra is nagyon finom. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon multifunkciós dolog, hogyha lesütsz, mit tudom én, egy literkét belőle, akkor eheted háromféleképpen a héten. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű dolog, főleg úgy, hogyha ilyen konzervparadicsomot használsz és nem frisset, mert akkor az nagyon megkönnyíti, meg egy kicsit le is rövidíti az előkészítésnek az idejét. Úgyhogy ez az easy verziója. A dolognak nyilván lehet mindent frissen csinálni benne. Ez olyan, mintha a boltban kapható ilyen tésztaszósz, pizzaszósz, tehát egy csomó mindent helyettesít, nem? Így van, meg csak természetes és házi készítés. Igen, meg erre lehet úgy gondolni, mint egy üres vászonra, tehát hogy ezt még lehet felturbozni föl közben, lehet csípőssé varázsolni, később csak úgy, hogy hozzáadsz később valamit, és akkor lesz belőle egy ilyen arabiata-szerűség. Úgyhogy tényleg egy nagyon volatál, univerzális felhasználású. És mi kell szósz. A lényegében annyit fogunk csinálni, hogy megtucoljuk ezeket mindet, lesütjük a hagymát, hagyjuk, hogy üvegessé váljon, rárakjuk az apróra vágott répát, mert egy kicsit édesebb lesz, és erre fogjuk rárakni egy fél paradicsompürét, ezt a három pucolt paradicsomot, illetve, hogyha nem tartjuk elég szószosnak, akkor rárakjuk ezt, fűszerezzük és készen van. Ketchupot is vettem. A ketchup igazából csak azért kell, hogyha a réka nem teszi elég édessé, akkor azt majd rápörgetjük ügyesen. Meg fokhagyma? Meg fokhagyma kell. Fűszer? Aha. Fűszerek, bazsalikomot és oregánot fogunk használni, tényleg sokkal jobb friss bazsalikommal, de nekünk csak szállított van itthon, de ez sem jelent az ég egyet a világon semmi problémát. És egy babérlevelet fogunk majd még belerakni, és én igazából többször szoktam felforralni, ami azt jelenti, hogy hagyom, hogy elpárologjon róla a folyadék, és egy ilyen sűrűbb massza, hát nem massza, de egy sűrűbb szósz legyen belőle. És azt mondtad, egy kis bort is rakunk bele, úgyhogy vettem egy üveg bort. Igen, lehet borral, lehet pezsgővel is csinálni, fehér bor, komolyan. Van egy csomó, én ezt tudom, hogy pezsgőt használ. Nem is értem. Na jó, akkor pucoljunk. Pucoljunk és aprítsunk. Ez szerintem egyébként az ilyen olasz konyha kedvelőknek egy abszolút Jolly Joker. Mint például a nővérem, aki nagyon szereti az olasz konyhát, és különösen a paradicsomos tésztát. Úgyhogy ő biztos, hogy fog kapni egy ilyet. Remélem nem nézi ezt a videót. Biztos, hogy nézi. All I've got.
nők a férfiaktól, hogy... És ki tanított meg téged marinárát főzni? De az a helyzet, hogy Dávid esetében ez nem kérdés. Nem itt zavarna, hogy egy volt barátnőd. Mi? Mindig ez van, hogy azt mondjuk, hogy ő a nagymamám, vagy a... Volt egy szomszéd néni, akivel, akinek mindig segítettem, és egyszer megtanított marinárát készíteni. De igazából a válasz mindig az, hogy a volt barátnőm. Elmondod, hogy, mi, hogy mit, milyen sorrendben? Mondjuk már elmondtad, de kicsit megmutatjuk, ahogy összefőzzük ezt az egészet. Mennyi ideig kell ezt főzni majd? Én általában egy órát szoktam főzni. Uh-huh. Én azt szeretem, hogy rendesen összeérnek az ízek. Első körben annyit fogunk csinálni, hogy ezt a hagymát letészteljük a fokhagymának a fejével. És amint megdíszterődött, hozzáadjuk a répát, amint az egy kicsit megpuhult, hozzáadjuk a paradicsomkörét, illetve a paradicsomkonzervet, és amint az felfort, hozzáadjuk az oregánót, a bazsamikumot és a fokhagyma maradékát, és felöntjük ezzel, és onnantól kezdve... Egy kis borral, így van. A recepteket egyébként be fogom tenni a leírásba, úgyhogy meg tudjátok nézni, hogy pontosan hogy kell ezt csinálni. Meg hogy miből mennyi kell a fűszerekből például, te ezt egy érzésre szoktad, nem? Én ezt érzésre szoktam általában. Tehát, hogy az ilyen utána postolgatós. Én egyáltalán nem főzök receptből, ha csak nem valamilyen nagyon specifikus dolgot csinálok, de... Én a főzésben a kreativitást szeretem a legjobban, hogy tényleg azt csinálsz, amit akarsz, és úgy csinálod, ahogy akarod, és aztán valami kijön a végén. És ha nem annyira jó, akkor onnantól kezdve tudod, hogy mi az, amit elcsesztél, és akkor a következőre meg jobb lehet. Tehát, hogy ezen aztán tényleg nem múlik semmi az ég egy ott a világon kivéve, hogyha elfelejted átsütni a disznóhúst. Az lehet veszélyes. Szuper! Akkor majd mindjárt visszatérünk ide. Your Christmas kiss. Oh, I've got for Christmas is this. A Christmas kiss. So close your eyes and pucker your lips, 'cause he berakni embereket, akár száraz hozzávalókat sütikhez, meg mindenfélét, salátát, de olyan dolgot, amivel egy leves lehet csinálni, egyszerűen azzal, hogy fel kell önteni vízzel, és nyilván felforralni és összesütfőzni, olyat még nem. Zacskós leves. Zacskós leves, otthon készült jó alapanyagokkal, és nagyon tetszett ez a konkrét leves nekem, sosem ettem még ilyet. Le fogom tenni ennek is receptjét a leírásba, de az a lényeg, hogy bele kell tenni az árpát, a szárított paradicsomot, amit te csináltál. Igen, mert nem találtam a boltban olyat, ami... Ugye az nagyon fontos, hogy csak száraz dolgokat lehet ebbe rakni. A szárított paradicsomból nem találtam olyat, ami nem ilyen olajban van, tudjátok, hanem konkrétan csak aszalt a szárított paradicsom. De nagyon könnyű megcsinálni, sokáig tart ez is, a sütőben kb. 4 órát, vagy még annál is többet kell nagyon lassú tüzön sütni, és fél időben így kinyomkodni belőle. Ja, meg kell sózni, és fél időben ki kell nyomkodni belőle még a levét, és utána tovább sütni még kb. 2 órán keresztül, úgyhogy ez végre elkészült. Ezen kívül kell bele szárított hagyma, szárított fokhagyma, petrezselyem, bazsalikom, oregano, és bele kell rakni egy zöldségleves kockát. Úgyhogy amikor ezt valaki el akarja készíteni, akkor csak kibontja a zöldségleves kockát, felönti vízzel és darabolt paradicsom konzervvel ezeket az alapanyagokat, és összefűzi egy csodálatos levesbe. Annak, aki szereti a levest, ez egy nagyon jó ajándék szerintem, meg egy nagyon olyan téli, kózi dolog ez a leves, főleg, hogyha mondjuk összecsomagoljátok egy pizsamával, egy filmmel, egy
bármilyen dologgal, ami egy kellemes estét tud adni valakinek. Úgyhogy erre ezt a nagy üveget használom, ez is Kilneres, és nagyon szép. Úgyhogy ebbe igazából csak bele kell rakni az estet. Leszel a törcsérem? Nyilván így becsomagolva, ezt csak ki kell csomagolni. És már kész is van. Igen, elég lett volna egy kisebb üvegbe, de semmi probléma. Szerintem jó az így. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és megnéztétek ezt a videót. Reméljük, hogy sikerült valami ötletet meríteni esetleg akár főzőcskézéshez, akár ehető ajándék készítéshez. Nagyon köszönjük a Bonaminak, hogy támogatta ezt a videót és a konyhánkat, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, nézzetek át Dávidhoz is a Fun with Geeks csatornára, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le további ehhez hasonló videókról. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok!